A magyaridők.hu egy augusztus végi cikkében összegezte a védőnők helyzetét Magyarországon. Ebben az olvasható, hogy az elmúlt 7 évben 7 milliárd forinttal nőtt a védőnői szolgálatokra fordított összeg, és novembertől újabb 33 ezer forinttal nő a havi finanszírozási díj minden területi védőnői szolgálatnál. A jelenlegi anyagi juttatások nem csak országosan eltérőek, a megyei bérek is különbözőek. A fenntartók, az önkormányzatok helyzete is különböző. Ebből a szempontból a megyeszékenyi Nyíregyháza sokkal jobb adottságokkal rendelkezik, tehát én azt gondolom, hogy itt Nyíregyházán a védőnők munkáját az anyagi elismerését beleértve az országos átlaghoz képest jobban tudjuk segíteni, de teljesen más egy megyeszéli kis település helyzete, önkormányzat helyzete is. Én azt remélem, hogy ez a kormányzati támogatás, ami folyamatosan érezhető, ez egységesíteni fogja, illetve a legkisebb településeken dolgozó védőnők helyzetét is, munkáját is segíteni fogja, az anyagi elismerést, a fizetést illetően is. A különbségek felmérésére júniusban egy országos konzultációt indítottak el, melynek 11. állomása szerda délelőtt Nyíregyháza volt. Az eseményen nem csak nyíregyházi védőnők voltak jelen, hanem a megye távolabbi kisebb településeiről is érkeztek szakmabeliek. Ennek azért volt nagy jelentősége, mert így nem csak az országos és megyei bérkülönbségeket tudták felmérni, ami majd egy egységes bértábla alapjául szolgál, hanem más problémák és azok megoldásai is felmerültek. Így például szóltak az új egységes informatikai rendszerről, az adminisztrációs terhekről, valamint a továbbképzési lehetőségekről. Én úgy érzem, hogy ez a konzultáció egyre hatékonyabb és egyre konstruktívabb. A mai állomás is abban erősít meg, hogy nagyon fontos, hogy itt legyek, hogy eljöjjek, hogy lássam, halljam, a kolléganők is lássanak, halljanak, és azonnal tudjunk reagálni egymás felvetéseire, problémáira. Nagyon jól összefoglalták a általánosságban is a gondokat, problémákat, illetve csak a megyére vagy a városra jellemző gondokat, problémákat. Kész kérdésekkel és kész megoldási javaslatokkal jöttek. Úgyhogy számomra nagyon élvezetes volt, hogy nem csak a problémákat sorolták, hanem a problémákra adandó megoldási javaslatokat is mellétették, ami azt jelenti, hogy az itt kapott információkon építkezve egy nagyszerű rendszert lehet létrehozni. Jelenleg 161 ezer forint a minimum, amit egy védőnő megkap, ezen felül viszont mindenki rendelkezik táblagéppel, bérlettel vagy gépkocsi költségtérítéssel, és a továbbképzést is finanszírozzák számukra, hangzott el a sajtótájékoztatón.